Nem nyomon követhető penészes, lejárt termékek két Szabolcsat Merbereg megyei vállalkozás telephelyén. A nyíregyházi és nyírpazonyi feldolgozóban összesen mintegy 13 tonna húskészítményt foglaltak le a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal munkatársai. A két önálló, de egy érdekeltségi körbe tartozó cégnél nem volt lehetőség higiénikus kézmosásra, több technológiai feltétel is kifogásolható volt, de koszos volt maga az épület és a hűtőkamra is rendezetlen volt. Ezeket azonnali hatállyal lefoglalták és bezárták a két telepet. A vállalkozások saját húsboltjaikon kívül idősek otthonába, éttermekbe, kis üzletekbe és óvodákba is szállított húskészítményeket. Pontos számot még nem tudnak a Névik szakemberei, hogy hová jutott a rossz minőségű termékekből, a számlák alapján jelenleg is folyamatban van az anyaggyűjtés. A cég vezetői milliós bírságra számíthatnak, és a Névik jogsértő listájára is felkerültek a vállalkozások. Azonnali hatállyal elrendeltük, hogy az innen származó termékeket köteles a vállalkozás visszahívni. A várható bírság összege az pedig több millió forint nagyságrendű lesz. A jogszabály úgy írja elő az élelmiszerlánc törvény, hogy 3 évig maradnak fönn ezek a vállalkozások. Természetesen a felfüggesztett húskészítmény előállító üzem a tevékenységét, amennyiben minden problémát kijavít és egy ismételt kedvező eredményű helyszíni szemlét tartanak a kollégáim, akkor tovább folytathatja. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján jelenleg 244 jogsértő vállalkozás szerepel, a listát bárki megtekintheti. Ebben az adatbázisban már szerepel a két Szabolcsat Merbereg megyei Kft. Is. A lefoglalásban érintett vállalkozások weboldalai délelőtt még elérhetőek voltak, délutánra azonban már felfüggesztették működésüket.